Sziasztok, Ádám vagyok, a te nézitek, és a Huawei aztán P7-es okos telefon érkezett hozzánk tesztre, amelyet most kívülről fogunk bemutatni. Hát sajnos a Huawei Magyarország nem tudott adni telefont, így a német képviselettől kellett beszereznünk ezt. Ennek eredménye képen többek közt doboz nélkül kaptuk meg a készüléket, de legalább itt van a kezünkben. Viszont így nem tudjuk bemutatni azt, hogy milyen csomagolásban, milyen tartozékokkal érkezik a készülék, de legalább megkaptuk. Az új modell, ugye a P6 utódja, egy minimálisan vastagabb ennek ellenére, viszont nagyobb lett, és dizájnt nézve is van néhány változásunk. A kijelző 4,7 szorról 5 szorra nőtt, ezzel együtt HD-ról Full HD-ra váltott a Huawei. Gorilla Glass üveg védi a teljes előlapot. Alul csak egy Huawei egy van itt a fehér készülék házon, itt még az üvegen nincsenek gombok, hiszen a szoftveresen alul majd megjeleníti a kijelzőn az Android. Felül van egy fém vagy fémszerű rácsunk a hangszóróhoz, mellette van fényes közelségérzékelő, illetve egy 8 megapixeles kamera is került még ide, hogy a tavalyi azt P6 5 megapixeles volt, ez pedig már 80 megapixeles előlapi kamerával rendelkezik. A készülék a bal, illetve a jobb oldalról és felülről néz abszolút szögletes, kicsit hasonlít igazából az iPhone-ra ebből a szempontból, alul viszont le van kerekítve, ez mindenképpen érdekes. A készülék bal oldalán nincs semmi, felül van egy mikrofonunk, illetve egy jack csatlakozunk, még a jobb oldalon van felül a hangerőszabályozó gombunk, majdnem középen van a bekapcsoló gomb, alul pedig a microSD, illetve a SIM kártya helyezkednek el. A telefon legaljára pedig a beszélgetésekhez szánt mikrofon, illetve egy mikro USB van. Ez a rész egyébként itt műanyag a telefon alján. A hátlap immáron nem fém, mint az Ascent P6-nál volt, hanem üveg. Kicsit a Sony Xperia készülékes stílusát idézve, viszont ez nem sima fehér színű, hanem látható, hogy kis szürke pöttyökkel van mintázva. Felül 13 megapixeles kamerát kapott, amely alatt helyezkedik el a vaku. Van egy Huawei logunk, alul pedig függőleges csík rejti a hangszórót, amely egyetlen egy ilyen egységet tartalmaz. Jelöl, illetve hátul üvegünk van, oldalt pedig fém, amelynek köszönhetően egészen stabil, jól összeszerelt a készülék. Sajnos össze nem lehet levenni a hátlapját, hát sajnos igazából legtöbb csúcsmodellnél már egyre inkább jellemző, hogy nem levehető a hátlap. Ennek ellenére egy 2500 mAh kapacitású akkumulátor van benne, négy magos processzor, illetve számos hardware extra. Ez volt tehát a Huawei Ascend P6 okostelefon kívülről. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!